Vasárnap este megérkezett a Tiszán levonuló jégtorlasz a tiszalöki vízlépcsőhöz, amelyen akadálytalanul ment át. A jég vasárnap rendkívül gyorsan haladt, délben Tokajnál tartott, ahol megrongálta a part mentén horgonyzó hajókat. A torlasz kora estére megállt Tiszanagyfalu környékén, majd a késő esti órákra érkezett meg a vízerőműhöz. Szerencsére ugye ezek a pillérek, a hídtartó pillérek kicsit össze is tördelték a jeget, és az is mindenképpen fontos volt, hogy napközben tiszadob alatt is elkezdett zajlani a jég, tehát bőven volt helye ennek az érkező jégtömegnek lefolyni, és hát ahogy most már egyértelműen nem is duzzasztott vissza a tiszalöki erőmű területére. Sokkal szélesebb ott a hullámtér, sokkal nagyobb helye van a jégnek, és most ugye úgy tűnik, hogy egy ilyen erősebb felmelegedés várható a most következő napokban, a nappali órákban. A szakemberek most azt várják, hogy ennek a jégtömegnek a nagy részét vízügyes nyelven szólja, majd elnyalja a víz, tehát egyre öregszik ez a jég, vékonyabb lesz, kevesebb lesz. Extrém magas vízállásokra már nem kell számítani a Tiszán. A folyó Tiszaújváros körüli szakaszain első és másodfokú az árvízvédelmi készültség. A Felső Tisza vidéki vízügyi igazgatóság közben elsőfokúra mérsékelte a korábban harmadfokú riasztást Tiszabercelnél. A kedvező árvízhelyzet mellett a belvízhelyzet sem rosszabbodott az országban. Stagnál a belvízhelyzet, tehát 40 ezernél egy kicsivel több hektár van most belvízi elöntés alatt országosan. Ez természetesen ennek a nagyon-nagyon nagy része az az Alföldön van, tehát a szegedi, a gyulai, a szolnoki, a debreceni vízügyigazgatóságon védekeznek a kollégák. Majdnem 40 szakaszon összesen országosan, és sokfelé már másodfokú a védelmi készültség, tehát ott már váltott műszakban 2-8 órában dolgoznak a szivattyú telepek, illetve a vízügyes kollégák. A megyében jelenleg a Felső Szabolcs alsó belvízvédelmi szakaszon, Tiszabercel és Nagyhalász térségében van másodfokú belvízvédelmi készültség. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a következő napokban nem kell csapadékra számítani.